Vetett ágy várja a vendégeket ebben a szállodában. A karácsonyi időszakra sokan foglaltak szobát, de még bizonytalan, hogy a válság miatt megérkeznek-e a szállásokra. A következő januártól kezdődő időszak pedig még bizonytalanabb. A szállodák most különböző módszerekkel próbálják kigazdálkodni a jelentősen megnőtt költségeiket, mondta a 35 perc című műsorunkban Krivács András. Akik nem tudtak alternatív energiát kivitelezni, vagy nem tudtak átállni valamilyen olcsóbb energia forrásra, ők, nekik ez jelenthet nagyon nagy problémát. És hát természetesen, hogyha 1 forintot kapunk is, nagyon örülünk, hogyha 5-öt, akkor annál jobban. Minden jó, ami túlélésünket ebbe a WWW alakú válságba megpróbálja irányba állítani, vagy kihúzni ebből a bizonyos válságnak a legmélyebb bugyrából, remélhetőleg most már ez a tehát nincs, ettől lejjebb már nincs. Vendégszám az ebben az évben úgy alakult, hogy a téli hónapok aránylag ezt a plusz nullát tudták hozni, aztán jött egy nagyon jó nyarunk, az ősz az erőteljes visszatorpanás volt, a tél pedig úgy tűnik, hogy így nem lesz már Covid zárás, egy picikét zárójelbe tehettük ezt a Covid-19 okozta hullámokat, most már nincsen se technikai zár, se ajánlások nincsenek, szabadon mehetünk, jöhetünk bárhova. Most teljesen másfajta válságba csöppentünk, egy ilyen inflációs, háborús válságba, ahol napi árasak még mindig a dolgok, tehát sok minden van, amit megrendelünk, nem tudjuk, mennyit fogunk érte fizetni. Talán, ahogy mondtam a bevezetőben is, az a vendégszám, amely most a foglalásai még egyelőre élnek az Excel táblákban, remélhetőleg ez december 31-ig kitart. Az, hogy a következő negyedév hogy alakul, azt mindenki nagyon várja, és én azt tudom itt is mondani, mint amit el szoktam mondani a magyar embereknek, hogy legyen belföld az új külföld, hogyha lehet, akkor maradjunk itthon, és ezt a szektort próbálják erősíteni. Az elmúlt 2 évben komoly problémát jelentett a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása is a szektorban. A szövetség elnöke szerint nagyon nehéz meggyőzni a fiatalokat arról, hogy érdemes ilyen bizonytalan helyzetben ezt a szakmát választani. Az elmúlt 3 évben arról szólt az összes híradás és a fáma, hogy mennyien hagyták el a vendéglátást. Ennek van egy alá vagy felé rendelt viszonya, hogy az, akik a vendéglátásban szeretnének dolgozni, vagy ebben dolgoznak, ők mennyire hiszik el, hogy ebből hosszú távon meg lehet élni. Az, hogy a béreket kiegyenesítettük, közel-nyugat-európai bérezés van, akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. A munkakörülmények szintén nyugat-európaiak. A munkakörnyezet sok esetben már 4 napos munkavégzésről szól, nem is 5 naposról. Vannak olyan hónapok, amikor a tulajdonosi kör jóval kevesebb pénzt keres, mint az ott dolgozó kollégák, de ez még mind semmi, hanem hogy a jövő generációja el fogja hinni ennyi válság után, amikor csapong a vendéglátás, csapong a szállodaipar, csapong a turizmus, hogy érdemes ezért tanulni, érdemes ezért annyi áldozatot hozni, amennyit talán egy másik szakmáért nem. Miért mondom? Mert ez az a szakma, aki akkor dolgozik, amikor más pihen, és nagyon-nagyon nehéz elfogadni, hogy szombat-vasárnap nem pihenőidő, a karácsony az nem biztos, hogy karácsonykor van, az új év pedig nem biztos, hogy új évkor van számunkra. A kormány novemberben döntött arról, hogy a szépkártya zsebeinek átjárhatóságát újra biztosítja. Emellett március 31-ig nem kell megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást, amely kormányzati számítások szerint 30 milliárd forintot hagy a szektornál.